Úgy indult ez az egész, hogy Szolnokon volt egy színjátszó társulat, és 17 évesen bekerültem, és ott megismertem olyan embereket, akiknek komolyabb tervei voltak ezzel a szakmával kapcsolatban. És akkor volt az Ádámok és Évák ünnepe itt a Szigligeti Színházban, és akkor két barátommal, Sőrek Kingával, aki most táncművész, és Kovács Olivérrel, aki pedig a Víg Színházban játszik, velük eldöntöttük, hogy igenis mi megcsináljuk ezt az álmot, ezt a pályát. És akkor mind a hárman felmentünk Pestre, és engem először, és Olivért is a OK és színészképzésre vettek fel, és Kingát is, és akkor utána szépen lassan jöttek az úgynevezett ilyen lépcsőfokok, hogy Kingát felvették a táncművészetire, utána Olivér bekerült a Víg Színházba, a Pál utcai fiúkba, engem pedig felvettek a színművészetire. És hát igazából itt indult minden. Azt hiszem, hogy ezt a napot nevezem ilyen tiszta lapnak és a színészi tanulmányaim kezdetének. Ami gátol a mai napig, az a bizonytalanság. Nagyon-nagyon nehezen vakarom össze az önbizalmamat. Ez egy nagy küzdelem, azt hiszem. Ami pedig mindig segít, ez a kitartásom, hogyha eldöntök valamit, hogy kijelölök egy célt, akkor azt addig hajszolom, amíg nem sikerül elérnem. Azt hiszem így. Igen. Amikor kisgyerek voltam, és hogyha valaki megkérdezte, hogy mi akarok lenni, akkor nagyon sokszor azt mondtam, hogy filmszerep vész. Mert nem tudtam, hogy az a filmszínész, vagy hogy hívják azokat, akiket a filmben látok. És nagyon sokszor elképzeltem, hogyha láttam egy filmet így fogmosás közben, akkor így utána azt képzeltem, hogy én most ott vagyok az űrhajón Luke Skywalkerékkel, vagy nem tudom. És belegondoltam, hogy az a sok-sok foglalkozás, vagy az a sok minden, ami érdekel, amiket látok, ezeket csak akkor csinálhatom én is, hogyha én is színész leszek. És a másikok pedig az volt, hogy belegondoltam, hogy ha valamit dolgozni kell, és hogyha az egész életből nagyon sok értékes idő arra megy rá, hogy dolgozunk a pénzünkért, akkor miért ne lehetne ezt úgy csinálni, hogy szeretjük, amit csinálunk. És amikor dolgoztam postán, vagy vendéglátóhelyeken, akkor mindig az volt az érzésem, hogy az emberek nem szeretik, amit csinálnak, és ezt nagyon rossz volt látni. És nekem ez tök új volt, mert nekem ilyen soha nem volt. Tehát én a próbákat szeretem, és nem érdekel, hogy most nincs hétvége, vagy talán május 1-e, vagy október 23-a, mert nem, az próba, de utána valahogy, amikor már játsszuk az előadást, akkor az így mindent visszaad, minden munkát, minden belefektetett munkát, mert egyszerűen megéri. Akkor is eltalálom. Nagyon sok mindent feladtam ezért a szakmáért. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Például volt egy nagy szerelmem, aki feltette nekem a kérdést, hogy a színházat választom, vagy őt. És akkor azt mondtam, hogy a színházat. És utána felvettek az egyetemre egy évre rá. A színművészetén Marton László volt az osztályfőnököm. Nekem ő a mesterem. És hát amikortól ő már nem volt nekünk, akkor például volt olyan, hogy így hirtelen fel kellett nőnünk. Mert a tojásé még a seggünkön volt, de az osztály nagy része a Víg Színházba került,
A többieknek pedig el kellett intézniük a saját életüket, úgymond. Tehát el kellett kezdeni rendezőknek telefonálgatni, meg ezek a kísérteties dolgok. És akkor azt nagyon megsínlettem. Nagyon-nagyon. A kettészakadást is nagyon megsínlettem. Meg azt is, hogy hirtelen felnőtté kellett válni, és hirtelen rá kellett jönni, hogy valójában én egy szabadúszó státuszban vagyok. És szabadúszónak lenni nagyon-nagyon nehéz. Mert nincs egy biztonságos hely, ahova bemész minden nap. Nincs egy öltöző, nincs egy közeg, ahol minden nap vagy, hanem egyik hónapban ennél a színháznál vagy, a másik hónapban mondjuk monodrámát csinálsz, a következőben meg nem tudom, elutaztam például külföldre egy videoklipet forgatni, szóval, hogy ilyen nagyon vándorlósra sikeredett ez az utolsó két év. Azt például tudom, hogy csinálnom kellett egy monodrámát ahhoz, hogy csináljak magamnak színházi gyakorlatot, mert volt olyan, hogy mondjuk nem volt, és nagyon sok szabad időm lett volna. És akkor ez gyakorlatilag egy ilyen öngyilkosság, így negyed évben bevállalni egy Vörös Sándor pszichét, amit én tettem. De igazából azt gondolom, hogy nagyon kamatozott azok után, hogy volt bátorságom megcsinálni, és nagyon-nagyon-nagyon sok önbizalom összevakarást igényelt, vagy nem tudom, hogy mondjam. De hogy például most az a terv, hogy lefordítatom angolra, és kiviszem Erasmusra. És hogyha mondjuk egy darabnak a birtokában vagy több nyelven, akkor az bárhova viheted, és akkor az csak a tiéd.